Útfejlesztések, korszerűsítések, új közösségi terek, több nyertes pályázattal kezdi az új évet Újfehértói önkormányzata. Digitális falu program 2021-től, a cél a vidéki elvándorlás hosszú ideje tartó folyamatának megállítása. Útépítés és turisztikai fejlesztések 2021-ben a lovas túrázásra és szabad strandok kialakítására kaphat támogatást a Vásárosnaményi térség. Az országban elsőként Újfehértón adnak át honvédelmi sportközpontot a tervek szerint. Az építkezés már javában zajlik. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az önkormányzat emellett több beruházást is tervez 2021-ben. Továbbra is az utak rehabilitációja, valamint az intézmények korszerűsítése a legfontosabb feladat. A városvezetés célja, hogy növelje a település népesség megtartó erejét, és a fiatalokat arra ösztönözze, hogy Újfehértón alapítsanak családot. Nyár elején tették le az alapkövet, azóta folyamatosan zajlik a munka az újfehértói honvédelmi sportközpont területén. A tervek szerint jövőre az országban elsőként Újfehértón adják majd át az épület együttest. Ahogy idén, úgy jövőre is a belterületi utak felújítása lesz a legfontosabb feladat, valamint az intézmények felújítása és bővítése. 2020-as év az előkészületekről szólt, illetve már folyamatban lévő fejlesztésekről. 2021-ben azért én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan látványos beruházás lesz Újfehértón, amelyre felkapják az itt lakók a fejüket. Nagyon jó ütemben halad a honvédelmi sportközpont építése. Úgy gondolom, hogy nyáron azt át fogjuk tudni adni az érdeklődőknek. Nagyon előreadott állapotban vannak pályázataink, tehát a bölcsőde meg fog újulni, illetve bővülni fog egy csoportszobával. Útfejlesztéseket folytatjuk, hisz a város lakók visszajelzéseiből ez az egyik legfontosabb, hogy minél több aszfaltozott út legyen a városban. Elkezdtük idén, de jövőre én úgy gondolom, sokkal több utat fogunk tudni leaszfaltozni. Reményeink szerint csapadékvíz problémák vannak egy esősebb időszakban. Ebben is pályázatokat nyújtottunk és fogunk is még benyújtani. Tehát a csapadékvíz probléma jelentős részét szintén meg fogjuk tudni oldani, illetve vannak olyan projektek munkahelyteremtés kapcsán, amelyek már az aláírás előtt állnak, ezekről hamarosan fogjuk tudni tájékoztatni a város lakosságát, hisz tavaly még volt egy olyan ígéretünk, hogy idén munkahelyteremtő beruházásokat próbálunk hozni a városba. Ugye a pandémia a vállalkozókat is sajnos érintette, így a komolyabb beruházásokkal egy picit várni kell, de úgy gondolom, hogy egy kis türelem, és ebben vagy jövőre, vagy egy-két éven belül olyan beruházások jönnek Újfehértóra, aminek mindenki örülni fog, és közösen fogjuk tudni tovább építeni ezt a gyönyörű kisvárost. A Zajti Ferenc Művelődési Központ elektromos hálózatának fejlesztésére 9 millió forintot nyertek, az illegális hulladéklerakók felszámolására 7 milliót. A lakossági igényeknek megfelelően bővítik a bölcsődei férőhelyek számát új csoportszoba kialakításával. Idén a feladatok nagy részét nem a fejlesztés célzó intézkedések tették ki, hanem ahogyan minden más településen is a járvány elleni védelem adta a munka oroszlán részét. Érdekes éven vagyunk túl, hisz nem erre készültünk. Ugye tavaly évvégén óriási várakozásokkal, egy rendezvény cunamival készültünk a 2020-as évre. Sajnos a Covid-járvány ezt keresztül húzta. Igyekeztünk azért egy-két alkalmat megragadni arra, hogy összehozzuk a város lakosságát. Ez ugye sikerült augusztus 20-án szűk körben. Az idősek napja nagyon nagy sikert aradott az idősek körében, valamint az október 23-át is egy picit rendkívüli módon ünnepeltük meg. De sajnos a nagy rendezvények, a több napos rendezvényeink elmaradtak, és ami az igazi fájdalom számomra az, hogy az adventi forgatagot nem tudjuk idén megrendezni, ami tavaly egy új kezdeményezés volt a város életében. Óriási sikere volt, egész évben arra készültünk, hogy idén milyen lesz a forgatag. Sajnos nem jött össze, a emberek egészsége mindentől fontosabb, tehát ezt megértettük és elfogadjuk, és helyesnek is tartjuk azt, hogy most ne legyenek ilyen tömegrendezvények, de jövőre úgy készülünk, hogy amikor csak lehet, minden hétvégén rendezvényt tartsunk, hisz az embereknek szükségük van arra, hogy főleg ezután, az év után, hogy kimozduljanak majd, tudjunk találkozni, tudjunk beszélgetni, egy pohár ital mellett vagy egy étel mellett tudjunk leülni, és át tudjuk beszélni ügyes bajos dolgainkat, hiszen sokkal személyesebb, mint hogy találkozunk a boltban, szia, hogy vagy, és megyünk tovább. Ezt szeretnénk megoldani a jövő évben, hogy mindenképpen több rendezvényt tartani és több személyes kapcsolatot az emberek és a hivatal, illetve emberek egymás között. A vírus elleni védekezés továbbra is kiemelt feladat, de a város arculatának alakítása, a vonzerejének növelése megkerülhetetlen Újfehértó polgármestere szerint, aki úgy véli, a város értékeit egyre többen fedezik fel. Ezt jelzi a betelepülő új lakosok száma. A korábban elvándoroltak is visszatalálnak, távoli országokból is hazajönnek családot alapítani. A lakásépítések és felújítások száma Újfehértón jelentősen emelkedett az idei évben, köszönhetően többek között a családokat támogató kormányzati intézkedéseknek.
A kormány és a digitális jólét program együttműködésének köszönhetően jövő évtől elindul a digitális falu program. A projekt legfőbb célja, hogy a kis településekre olyan innovatív rendszereket telepítsenek, amelyek helyben tartják a fiatalokat. Kiemelt szerepet kap emellett a társadalom szemlélet formálása, leginkább a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem területén. A digitális falu program elindítását a Magyar Falu program elmúlt két évben tapasztalt eredményessége indokolta. A kormány továbbra is elkötelezett az iránt, hogy javítsa a vidéken élők életminőségét innovatív technológiák segítségével. Ehhez a digitális jólét programjú szakmai segítséget, amely egyfajta kapus lesz az önkormányzatok, valamint a termékfejlesztők és szolgáltatók között. A jövő évtől induló projekt legfőbb célja, hogy megállítsák a vidéki elvándorlást, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is tapasztalható. Kiemelt szempont az, hogy minden olyan beruházás, akár érinti az infrastruktúrát, vagy egyéb más olyan jellegű szolgáltatást, ami a digitális falu program intézkedései között szerepel. Elsődleges cél az, hogy a társadalmi jólétet egy új szintre emelje, a vidéki életminőséget és a vidéken élők életkörülményeit javítsa. Ez az elsődleges cél. De olyan problémakörök is megjelennek, amelyeket ezen intézkedésekkel kívánunk megoldani. Nem csak Magyarországon, Európában és a világon is megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy a vidéki térségek elnéptelenedése elindult, vagyis hát egy folyamatos népességcsökkenés mérhető ezeken a területeken, és ez egy nagyon fontos szempont az, hogy ezekkel az intézkedésekkel ezt a folyamatot is megállítsuk, adott esetben visszafordítsuk. A fejlesztéseknek köszönhetően hosszú távon egy stabil, jól ellenőrizhető rendszer jöhet létre országszerte. Ahogy az ügyvezető helyettes fogalmazott, így három nagyon fontos területen, a munkaerőpiacon, az energiaellátásban és a hulladékgazdálkodásban jöhetnek létre pozitív változások. A program emellett egy úgynevezett digitális falu platformot is tartalmaz. Ez többek között azt a célt is fogja szolgálni, hogy a fiatalok helyben maradását, valamint a betelepülni szándékozókat egy magasabb információ és egy magasabb információtartalommal és lehetőséggel lássa el, de itt említhetném még az integrált zöld hulladék gazdálkodásnak a helybeni megszervezését, és tulajdonképpen nagyon digitális eszközökkel való felruházását, amely mind a begyűjtését, ezen hulladékok begyűjtését és hasznosítását is segíteni fogja. Itt nem csak a zöld hulladékra kell gondolni, a háztájon belül keletkező zöld hulladékra, hanem akár az agráriumban keletkező zöld hulladék hasznosítására is, amelyek nyilvánvalóan a vidéki élet sajátosságával járnak. Ennek keretében a társadalom szemléletformálása is kiemelt szerepet kap. Ehhez kapcsolódóan a falvak például levegőminőséget ellenőrző berendezésekre is pályázhatnak, így a helyiek egy telefonos applikáció segítségével tájékozódhatnak majd a szennyezettség mértékéről. A közös projekt hatékonysága érdekében digitális térségfejlesztési referensképzés is indul hamarosan. A cél az, hogy az ország valamennyi településén legyen legalább egy olyan szakember, aki a helyi igényekhez tudja igazítani a fejlesztéseket és segítkezik azok használatában. A digitális falu program pályázati feltételét várhatóan 2021 első hetében teszik közzé. Már elkészültek az M34-es autóút kiviteli tervei. Ez Ukrajna felé haladva az M3-as autópályát köti majd össze Záhonnyal. Az építési munkák 2021-ben kezdődhetnek el. Emellett jelentős támogatást kap Tuzsér és Gergely-Ugornya is Szabadstrand kialakítására és fejlesztésére. A Felső-Tisza vidéke turisztikai szempontból Szabolcs-Szatmár-Bereg megye frekventált területe. Az itteni vállalkozók azt mondták, nem volt jelentős idén a koronavírus miatti bevétel kiesés, ehhez hozzájárult az az állami támogatás is, amelyre szálláshelyen rendelkezők pályázhattak. A gazdaság azonban összességében megcsínylette a koronavírust a térségben is. A Börvin ruhagyár például már korábban fontolgatta a bezárást, ezt most meg is tette, az elmaradt béreket pedig állami segítség. Rendezték. A választókerületben 84 önkormányzat pályázott és kapott tűzifa támogatást több mint 320 millió forint értékben. A Magyar Falu programban a koronavírus ellenére is nagyon sok pályázat nyert a választókerületből. Egy közel 2 milliárd forintos támogatást lehet elosztani, vagy annyit nyert a választókerület, a térség, a Felső-Szabolcs-Bereg és Szatmár, a önkormányzatok és civil szervezetek.
Nagy hangsúlyt kaptak az oktatási intézmények fejlesztése is. A Vásáros-Naményi gimnáziumban energetikai beruházás valósult meg. A fenntartó segítségével a Magyar Falu program forrásaiból a Tuzséri és az Ilki iskola is megújulhatott részlegesen, Eperjesként pedig új tornaterem épült. A terület és település fejlesztési operatív program pályázatainak lezárása jelenleg is zajlik. Ezek főleg energetikai fejlesztések, de sok település így oldotta meg a csapadékvízelvezetést, amely kiemelt fontosságú az ilyen földrajzi adottságokkal rendelkező térségben. Ebből a támogatásból a Magyar Falu programmal ellentétben a városok sem voltak kizárva, így az 5000 főnél nagyobb települések is korszerűsíthették az elvezető rendszerüket. Más turisztikai fejlesztés célú topos beruházások pedig még most is folyamatban vannak. Ez egy közel 1,5 milliárdos nagyságrendű program, amiben látogatóhelybővítés és templomok felújítása is lesz, de nem szabad elfelejtkezni arról sem, ami már megvalósult, vagy meg fog valósulni, ez pedig a aktív turizmusért felelős kormánybiztos Ivis Márius javaslatára különböző túraszövetségek kaptak támogatást, így a vízisport, a lovas turisztika, és a lovas turisztikából például befejeződött a lovas turisztikai megállóhelyek építése. Itt Tivadaron csináltak egy mobil turisztikai beállóhelyet Jándon és Fehérgyarmaton, valamint Vámosatyán. Hiszen a Felső-Tisza vidéke alkalmas lovas túrázásra, és Magyarországon még nincsenek olyan szigorú, erre vonatkozó szabályok, mint Európában. A tervek szerint jövőre szabad strandot alakítanak ki Tuzséron, közel 30 millió forintból, és ugyanennyi támogatást kap erre a célra Gergely Ugornya is. 150 millió forintból épül két csoportos bölcsőde Kálósemjénben. A beruházás várhatóan idén befejeződik, jövőre pedig már fogadja a nagyközség és a környező települések gyermekeit. Tavasszal pedig belterületi kerékpárút és járda épül, amelyre a terület és település fejlesztési operatív program biztosítja a szükséges forrást. A közétkeztetés zavartalan lebonyolítása, az óvoda bezárás miatt a gyermekfelügyelet ellátása és az idősek gondozása jelentette a legnagyobb kihívást Kálósemjén életében a koronavírus járvány első hulláma alatt. Az akkori intézkedések szabályait most még szigorúbban veszi a település vezetése. Kötelező a maszk használat, gyakoribbak és alaposabbak a fertőtlenítések az önkormányzat épületeiben, így az óvodában, a könyvtárban és a kállai kúriában is. Utóbbi sem kávézó, sem múzeum, sem szállás helyként nem lehet nyitva a szabályok szerint. Az élet azonban nem állt meg, most is van folyamatban lévő beruházása a településnek. Két csoportos bölcsőde épül, ez év végéig meg fog történni, be fog fejeződni. Következő évben reményeink szerint ki fog tudni nyitni. A bölcsődei beruházásunk az központi költségvetés címzett támogatásaként valósul meg, tehát hazai forrásról van szó, 160 millió forintos visszanemtérítendő támogatást kapott az önkormányzatunk, kettő csoportos bölcsődét fogunk megvalósítani, tehát 24 gyermeket tud legalább fogadni az intézmény. Azt tapasztaljuk, hogy a településen egyre többen vállalnak gyermeket, illetőleg fiatal családosok érkeznek a településre. Ez a csoknak is köszönhető, szülőknek az elhelyezkedése, illetőleg munkába állása ezáltal biztosítottá válik. Valamint, hogyha még hozzátesszük azt, hogy ezáltal újabb munkahelyek fognak megvalósulni a településen, mert hiszen ott működtető személyzetre is szükségünk van. A jövő évre is vannak már elnyert pályázatai a településnek. Az óvoda kisépülete 30 millió forintos állami támogatással és 10%-os önerővel energetikailag megújulhat. A terület és település fejlesztési operatív program segítségével pedig a belterületi kerékpárút és járda kiépítése, rekonstrukciója valósul meg 2021 tavaszán. Itt a kormánydöntés megszületett, a kormánydöntés értelmében forráskiegészítést kapott a projekt, és alá is írtuk a kivitelezővel a szerződést. Egy előzetes szerződést írtunk, egy feltételeset. Most a szerződés módosítás megtörténik, mármint amit a támogatót érint, és következő tavaszán a település belterülete az egy egységes kerékpárút és járdát fog kapni, emellett pedig a beruházás részeként
2 darab zebra lesz majd megvalósítva a település főutcáján. Az egyik a templomoknál, tehát a római, illetőleg görögkatolikus templomoknál, másik pedig a Péterhalom felé vezető Dózsa-György utcánál. Ezek azért szükségesek, mert hiszen itt vannak az oktatási intézményeink ezeken a területeken, és a biztonságos közlekedést ezáltal is jobban tudjuk majd biztosítani. Kállósemlyén egy közel 5 millió forintos kehopos támogatással is rendelkezik. Ennek célja a társadalom környezetvédelmi tudatosságának növelése és az éghajlatváltozás hatásainak megismertetése különböző rendezvények keretében. Idén a falunapon és a családi napon is beépítettek egy olyan interaktív szemléletformálási program elemet, amely egyaránt megcélozza a gyerekeket és a felnőtteket. A kutyák nagy része fél a tűzijáték és a petárda hangjától. A szilveszteri állatmentő ügyelet 7 éve dolgozik az év végén azon, hogy az elveszett állatok visszakerüljenek gazdájukhoz. 2020. januárjában országosan több mint 600 kutyáról kaptak bejelentést. A nyíregyházi állatvédőknek is adódik munkájuk minden év elején. Sok segélyhívás érkezik az elkóborolt, riadt kutyák miatt. A december 7-i kormány döntés értelmében idén szilveszterkor is kijárási tilalom lesz érvényben. Az állatvédők örülnek, hogy elmaradnak a központi tűzijátékok és az azt kísérő fény- és hanghatások. Évek óta kampányolnak ennek betiltásáért, ilyenkor ugyanis rengeteg kutya szökik el otthonról és sérül meg a következő napokban az utcákon. Nagyon örülünk annak, hogy elfogad a nagy városi tűzijáték. Nem azért, mert sajnáljuk a szórakozást az emberektől, hanem úgy gondoljuk, hogy talán végre nyugalomban tölthetünk egy szilvesztert, már állattartás szempontjából. Viszont nem vagyunk azért 100%-ig nyugodtak, hiszen őszinte leszek, a legnagyobb problémát soha nem az a fél órás éjfél körüli városi tűzijáték okozza, hanem azok a kisebb tűzijátékok, petárdák, amik ugye a családi házaknál vannak, illetve a lakó telepeken, tehát amit az emberek a saját maguk szórakoztatására megvásárolnak és eldúrogtatják. Ilyenkor az állatok nagyon megrémülnek, ugye az erős fény és hanghatások miatt előfordulhat, hogy rohamokat kapnak, hogy nem tudják hová tenni ezt az egész dolgot, ezért megszöknek, üvegajtókat törnek át, felakadnak a láncokkal, kerítésekre. Ilyenkor nagyon-nagyon sok kutyát elveszítünk sajnos, nyilván nem a menhelyen, hanem ugye a gazdás kutyákról beszélünk, úgyhogy mi bizakodással tekintünk most ez elé a szilveszter elé. Mind a kertben, mind a lakásban tartott kutyáknál problémát tud okozni egyébként a tűzijáték. Nem csak a hangok, az állatok számára furcsa fények is veszélyesek lehetnek. Az arra érzékeny négylábúak ezektől akár epilepsziás rohamot is kaphatnak. Novák Éva elmondta, tudnak olyan esetről, amikor az eltépett lánccal felakasztotta magát a kutya a kerítésre, de volt olyan is, hogy panellakás erkélyéről ugrott le. Ezért vannak olyan városok, ahol a koronavírustól függetlenül már korábban betiltották a tűzijátékokat. Elsőként, ha emlékeim nem csalnak, akkor talán Tatán vezették ezt be, ugye a Tata a vizek városa, és ott ugye a vízimadarak védelmében született első körben ez a rendelet. Ezeket a tűzijátékokat ugye ezeken a helyeken fényjátékokkal, lézersóval pótolják. Azt gondoljuk egyébként, hogy ez is egy nagyon látványos dolog, és mi nagyon szeretnénk egyébként, hogyha egyre többen, több város csatlakozna ehhez. Ugye őket követte egy csomó másik város, akiknek a polgármesterei úgy döntöttek, hogy innentől kezdve próbálják ezt valahogy másképp megoldani. Nem csak a kutyák és a macskák védelmében, hanem nagyon-nagyon sok állat van a természetben, akiknek szintén óriási sok hatást okoz. Például a madarak, vagy az őzek, akik ugye szabadon élnek, tehát az ő számukra is egy sokkoló dolog ez a tűzijáték. A nyugtató hatású készítmények alkalmazását ajánlják a szakemberek a baj megelőzésére. Azonban arra felhívják a figyelmet, hogy soha ne használjuk a szedalin pasztát, amelyet néhány oldalon előszeretettel ajánlanak. Ez ugyanis bár valóban bebódítja az állatot, ennek ellenére az mindent hall, lát és érzékel, vagyis a paszta nem segít neki nyugodtan átvészelni az éjszakát. Az egyéb gyógyhatású készítmények használata előtt is egyeztessünk állatorvossal, nincs-e valamelyik összetevőre érzékenysége vagy allergiája az állatnak. Thank you.
Az ötödik helyen tölti a téli szünetet a megyei első osztály tabelláján a Máté Szalkai futballcsapat. A Botos Sándor által irányított együttes 7 győzelem mellett 2 döntetlent játszott és 3-szor szenvedett vereséget. Az MMTK január 30-án az Ibrány elleni hazai meccsel folytatja a bajnokságot. Az elmúlt években rendre a tabella utolsó harmadában zárta a szezont a megyei első osztályban a Máté Szalkai futballcsapat. A legutóbbi félbeszakadt bajnokságban záráskor a 14. helyen állt az MMTK, majd nyáron az is komolyan felmerült, hogy ősszel nem indít felnőtt csapatot az egyesület. Aztán felállt egy új vezetőség, amely korábbi Máté Szalkai futballisták hazaigazolása mellett egy rutinosabb mag támogatásával a fiatalok beépítését tűzte ki célként. Botos Sándor maradt az edző, akinek irányításával 12 fordulót követően 23 ponttal az 5. helyen áll a csapat a megye 1-es tabellán. Az első 5 mérkőzésekön gyakorlatilag 4 győzelem és 1 döntetlen ért el a csapat. Ez óriási lendületet adott a csapatnak, hozzátéve, hogy ugye a megye első osztály legfiatalabb gárdája miénk. Azért a 23 fős keretből 10 vannak, akik 20 vagy 20 év alattiak. Van 5 fő, aki 31-nehány éves, aki a rutint képviseli, és az összes többi pedig a legjobb futballista korban van, ugye a 20 és 30 életéve között. Szívvel, lélekkel vetették magukat bele a fiúk a munkába, ez az eredményeken meglátszott. És ami plusz még, ugye, hogy a szurkolókat is visszatudtuk a pályára ezáltal csábítani. Ez a szurkolói gárda szinte mérkőzésről hétről hétre növekedett, és idegenben is már elkísérték a csapatot. A jó őszi szereplés az öltöző hangulatára is jó hatással volt, így a Máté Szalkai vezetők bíznak a hasonló folytatásban. Én örülök annak, hogy a 23 fős keret teljes mértékben ugye egészen jól összerázódott, a fiúk küzdenek egymásért, ez a lőtt gólok számában is megmutatkozik, és azok a fiatalok, akikre igen bátran hozzányúltunk és számíthatunk, azok ott vannak a házi góllövőlistán is az élen, Bodó Laci, Ötvös Szabi mellett azért más 10 évesek is, 17-18 évesek is nagyon szép teljesítményeket nyújtanak, és nem csak epizód szereplői egy-egy mérkőzésnek, hanem már akár mérkőzést vagy félidőket is bíznak rájuk a szakemberek. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy most ezzel az arculatváltással, és nagyon sajnálom, hogy most ez félbeszakadt, ez így ez a bajnokság, de az arculatváltással kap egy fajta lendületet, illetve ezt a lendületet, amit ősszel összegyűjtött, ezt tovább tudjuk, át tudjuk menteni a 2021-es évre is, és sikeres bajnoki évet zárhatunk. A szalkai futballisták november közepe óta nem edzenek, január elején viszont el kell kezdeni a munkát. Az őszi elmaradt meccseket ugyanis a tavaszi szezon kezdet előtt pótolják, így január 30-án már az Ibrányt fogadja Botos Sándor együttese. December 30-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel holnap este várjuk legközelebb Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Már a munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!